A médiát, illetve az egyéb technikai hátterét ennek a versenynek, ehhez kapcsolatban szeretnék én is néhány szót mondani. Tavaly ugyanilyenkor tettük meg azokat a kijelentéseket, hogy a 2013-as versenyt egy minden korábbinál nagyobb marketing kampány övezi. Remélem, hogy sokan találkoztatok az óriás plakát kampányunkkal, a közvetítésekkel, illetve azokkal az új eszközökkel a digitális marketing területen lévő előlépésünkre. Megújítottuk a honlapunkat, a sajtóban is azt gondolom, hogy a korábbi versenyekhez képest előteljesebben létünk volt. Rádiós együttműködéseink voltak több rádióval is, és külön köszönöm ezen cégek támogatását, hogy nem csak közvetítettek, hanem saját munkatársaikat is elküldték a helyszínre, biztos vagyok benne, hogy még jobban tudtuk átadni ezt a versenyzésnek a különleges milliójét. Hasonlókat, illetve még többet tervezünk 2014-re, ugye a csapatunkat jellemzi a megújulás, és mindig például az új tapasztalat keresése, ez fogja jellemezni a 2014-es marketing kampányunkat is. Ezeknek a részteiről még nem szeretnék sokat elárulni, de hát bőzelővel dolgozunk azon, hogy tényleg minél szélesebb körbe elvigyük ezt a versenyzést. Nyitunk egyébként a fiatalok, kicsit a hölgyek fele is, és minden egyéb szakmai és egyéb média mellett akkor tényleg új területeken is megpróbálunk megjelenni. Ezekről egyébként hamarosan fogunk írtatni. Ugye beszéltünk arról is, hogy egy különleges pillanat ez a számunkra, hogy 2014. Ugye Balázs a pályafutását egyébként a 90-es évek közepén lassan 20 éve megkezdte, mégis 2014 lesz az az év, amikor egy jubileumot fogunk ünnepelni, mégpedig annak a 10 éves évfordulóját, hogy így a kettős, illetve hát az autóval készítve a 3-as triumvirátus egy nagyon sikeres évtizedet tudhat maga mögött. 2004-2014 óta szinte változatlan a csapatunknak az összeállítás, és azt gondolom, hogy remélem ez egy jubileum év lesz, egyik legsikeresebb a jövőjében. Készítettünk egyébként az Afrika részében egy pár perces kisfilmet, úgyhogy meg kell a felelőnök, hogy ezt játsszák le.